Szili Katalina következő vendégem Tusnádfürdőn. Jó napot, jó estét kívánok! Én is üdvözlöm a kedves televízió nézőket, és nyilván itt a stábot is Tusványoson. Tusványoson az egyik gondolat, amelyet mindenki szeretne körbejárni, a nemzeti kisebbségek kérdése, és most már nyilván a magyar kormánynak ez most már egy több évtizede tartó fővezérfonala. És Tusványos mindig egy olyan alkalom, amikor talán egy-egy újító gondolatot ilyenkor meg lehet fogalmazni, hogy a határon túli kisebbségek helyzetén miben és hogyan lehetne segíteni. Az idei alkalomtól ön mit vár? Én több olyan panelben részt veszek, ami a nemzeti kisebbségek kérdéskörével foglalkozik. Itt főleg két aspektusra szeretnék utalni. Az egyik az, hogy a nemzetközi szintéren hogy jelenik meg a nemzeti kisebbségek ügye. Gondolok itt például az Európai Unió tagországai, illetőleg a társult országok részéről, hiszen a társult országok számára ugyanazok a szabályok előírtak, mint ami az egyébként tagországoknak. Így azt mondhatjuk, hogy a Kárpát-medencei magyarság nagy-nagy része már egyben európai polgár is. A másik aspektus pedig az, ami a Kárpát-medencében azokat a törekvéseket jelenti, hogy a tömbben és a szorványban élő magyarság, letegyen akár itt Erdélyben, Kárpátalján, Felvidéken vagy éppen a Vajdaságban, hogyan tudja megteremteni a többségi társadalommal egyetértésben azt, hogy azokat az egyébként identitás megőrzését segítő folyamatokat, gondolok itt például oktatásra, kultúra megőrzésére, nyelvtörvényre, nyelvhasználatra, ezeket hogyan tudjuk még inkább erősíteni, sőt, hát azt kell, hogy mondjam, hogy például Kárpátalján alapvetően visszahozni, hiszen ott olyan jogszűkítések történtek 2017 óta, amit most nyilván mi nem tartunk elsődlegesnek, lévén a háború, azért én azt gondolom, hogy sokkal inkább fenyegető, és most azzal fontosabb foglalkozni, hogy azoknak, akik itt találnak első biztonságos országban otthont, tényleg menedéket biztosítsunk. Említette, hogy az Európai Unióban hogyan fogadják az ilyen jellegű törekvéseket, és hát már több politikussal is beszélgettem erről, ők is azt mondják, hogy az Európai Unió úgy tűnik, hogy szavakban is talán fogékony, de másban, cselekvésben annyira nem, és azért nálunk is voltak olyan aláírásgyűjtési akciók, melyek sikeresek voltak, nézzük például az Írdalát. Ettől függetlenül nem történik semmi, noha az ember valami változást szeretne látni vagy felmutatni. Ön szerint mi lehet ebből a szempontból a megoldás, hiszen azért a nyomásgyakorlásra például azt mondták, hogy az egy nagyon erős szó, de valamilyen módon az érdekérvényesítésnek hangot kell biztosítani. Hát ez egy nagyon bonyolult kérdés, és elnézést kérek majd szerkesztőasszonytól, hogy hosszabban fogok válaszolni. Egyrésztről azért, mert nagyon érdekes önmagában az a tény, hogy akkor, amikor egy ország az Európai Unió tagja kíván lenni, akkor gyakorlatilag vizsgáznia kell a saját országának a nemzeti kisebbségekkel szembeni magatartásából és szabályozásából. Ezt követően, azonban a belépést követően az Európai Unió azt mondja, hogy a nemzeti kisebbségek ügye belügy, nem európai ügy. Ez nevezetesen azt is jelenti, hogy ő nem kíván sem keretszabályozás, sem egyebek formájában ezzel foglalkozni. Ezért van az, hogy ma például a nemzeti kisebbségek kérdéseire az Európa Tanács ad szabályozást, hiszen a délszláv háború idejéből származik, most már közel 30 éves, az a kisebbségvédelmi keretegyezmény, ami akkor született, és hát azért azóta jó néhány év eltelt, de ugyanígy mondhatnám a nyelvi kartát, hiszen a nyelvhasználattal kapcsolatos szabályok is az időből származnak. Azóta azért számos dolgot megéltünk, akár az uniós kohéziót, kooperációt is. Ehhez képest az Európai Unió nem hajlandó tudomásul venni azt, hogy neki is vannak keretszabályozási feladatai ebben, és nem elegendő ma már olyan szabályokat alkalmazni, amelyekre azt mondják, hogy kötelezők, hanem olyat kell, amit ki is kényszeríthető. Ezért fordulhat elő az, hogy a Kárpát-medencében nem éppen egyensúlyos mondjuk egy vajdasági magyar helyzete egy kárpátaljaival, vagy nem hasonlítható össze egy erdélyi magyar helyzete mondjuk egy felvidéki magyar helyzetével. És pontosan ezért az elmúlt esztendőben, amikor Magyarország az Európa Tanács soros elnöke volt,
akkor Kalmár Ferenc úrral, aki a külügyminisztérium szomszédságpolitikáért felelős, nagyköveti rangban lévő ma politikai főtanácsadójával kidolgozunk 5 olyan pontot, amit a szerkesztő asszony megenged, akkor gyorsan felsorolok. Még az idő megengedi. Köszönöm, és én azt gondolom, hogy ezt kellene tovább vinnünk, tehát ezeken a fórumokon, amit tusványosan zajlik, amikor a nemzetközi porondról van szó, akkor én azt gondolom, hogy nekünk van mit felmutatni, mert vannak javaslataink, és olyan javaslatok, ami senkinek a szuverenitását nem bolygatja, senkinek a munkáját nem bolygatja, nem akar elszakadást, nem akar semmi más, csak azt, hogy gyakorolhassák a nemzeti kisebbségben élő, önhibájukon egyébként nemzeti kisebbségben élő magyar nemzettársaink a saját jogaikat. És ez az 5 pont egy részről az, hogy el kell ismerni, hogy a nemzeti kisebbségek ügye nem belügy, hanem európai ügy is. Ez azt is jelenti, hogy akkor szabályozásban is, például én azt gondolom, hogy a kisebbségvédelmi keretegyezményt finomítanunk kéne már 30 év távlatában. A másik ilyen pontunk az, hogy a nemzethez tartozás nem mindig azonos az állampolgársággal, tehát ha valaki mondjuk szlovák állampolgár vagy ukrán állampolgár, attól még lehet magyar nemzetiségű, de ilyenből lehet számos európai példát és itt is hozni. Ugye a jogszabályok, így van, amelyek például, elsőként valaki korzikai nemzetiséghez tartozik, attól még lehet francia állampolgár, és sorolhatnám tovább, tehát én azt gondolom, hogy ez egy fontos. És ugye, aki a magyar történelmet ismeri, van olyan nemzettársunk, aki 5 állampolgár volt már, de ugyanakkor magyar nemzetiségű. Gondolok itt például Felvidék és Kárpátalja határán élőkre. És akkor mondanám azt, hogy a másik, ami fontos, hogy a nemzeti kisebbség védelem alapja az identitás védelme. A negyedik az, hogy a kollektív jogokat is biztosítani kell az egyéni jogokon kívül, ezt ma nem hajlandók biztosítani. Ehhez képest csak egy érdekesség, hogy a Benes dekrétumok még mindig hatályban vannak, ami kollektív bűnösséget tartalmaz, ugyanakkor a kollektív jogokat nem óhajtják. És még egy kitételt ehhez mondanék, hogy mindenféle kollektív jogok nélküli integráció, amiről sokan beszélnek, integráció a többségi társadalomban asszimilációt is jelent. És végül nem utolsó sorban még egy pont, ez pedig az, hogy szeretnénk úgy, ahogy Magyarországon és Szerbiában ez megtörtént, az alaptörvény vagy alkotmány magába foglalná azt a passzust, hogy az egy országban élő nemzeti kisebbségek, azok államalkotó tényezők. Ezek a javaslatok feladat akkor van bőven, és a így jövő van. Kérdése mennyit és lehet még megvalósítani. Egy gondolat, hogy azok a polgári kezdeményezések, amiket szerkesztőasszony is említett, remélem, hogy Európai Bíróságon és az Európai Bizottságban sikeresek lesznek, hiszen én azt gondolom, hogy az az Európa, amelyik a demokráciának oly mértékig híve és a jogállamiságnak, nem teheti semmivé azt, amit legalább 1,5 millió állampolgár támogat. Itt is várjuk az eredményt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget. További szép napot.